nem tudjuk megoldani, hát nem tudunk bemenni a Samsung, hiába tagunk a Samsung, hát nem is akarunk, nem tudunk bemenni. Igen, a nagygyártók is a tagjaink, de hát a nagy magyar középvállalkozások, Videóton, a nagy felhasználó, NVM, nagyon-nagyon nagy az érdeklődés, hát ugye évente duplázza a teljesítményét az iparág, tehát ez nem Európában kevés ilyen. Az átlátszó szerkesztősége a parlamentben járt. Sikerült szóra bírnunk, meginterjúvolnunk a Magyar Akkumulátor Szövetség elnökét, Kaderják Pétert. Ide a bizottságülésre egy olyan képzésről jöttem, amit most a saját tagjaink számára alakítottunk ki, most hirdettük meg először, bevezetés az akkumulátoripari alapismeretekbe címet viseli. Egyelőre a tagjainknak, most ez egy ilyen pilot, de együttműködünk az Európai Akkumulátor Akadémiával, akik hát ugye európai szinten erről zajlik a vita, hogy lehet kiépíteni Európába ezt az iparágat. De ők csak beszélnek róla, nálunk meg történik az egész dolog. Azért kicsit abszurd ez az egész. A parlamenti beszélgetésre az adott alkalmat, hogy a Fenntartható Fejlődés Bizottsága tematikus ülésnapot hirdetett. A hazai víziközművek állapotáról, az akkumulátorgyárak körüli aggályokról, félelmekről kérdezték volna az illetékeseket. Köztük Lantos Csaba energiaügyi minisztert, Szijjártó Péter külügyminisztert és más kormányzati szereplőket. Ám sem ők, sem a bizottság fideszes tagjai nem vettek részt ezen az ülésen. Így az határozatképtelen lett. Körülnézünk az előzetésük az üres névtáblát, illetve a névtáblát mögött üres helyet, akkor mindannyian láthatjuk, hogy a jelenlévő képviselők száma miatt az ülés nem határozatképes. Gyakorlatilag kormányzati részről nem vett részt senki ezen a beszélgetésen, csak a civilek voltak jelen, illetve Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség elnöke. A szövetség semmilyen módon nem tudja átvállalni a tagvállalataitól azt, hogy betartsák a magyar környezeti szabályokat. Se a hatóságoktól nem tudja átvállalni azt, hogy betartassák a saját tagvállalatainkkal szemben a megfelelő magyar jogszabályokat. Várni, aminek Magyarországon megszűnik a minisztériuma, annak az anyák isszák meg a levét. Nézzük meg nyugodtan az egészségügyet, az oktatást, és most már a környezetvédelmet is. Felháborító, hogy ezzel kell az anyáknak foglalkozni egyébként. Különösen nagy problémának látjuk, és a debreceni vízhasználati számháború nagyon-nagyon jól rámutat erre a kérdésre, hogy úgy tűnik, hogy az engedélyezések, a területi beruházások engedélyezései is fel vannak szeletelve, ezt a szakma úgy hívja, hogy szalámizás. Leszalámizzák ezeket az adatokat, mi folyamatosan hadakozunk ez ellen, hogy alsó küszöbérték, felső küszöbérték, első fázis, második fázis. A debreceni beruházás fázisokra van bontva. Ezek a fázisok külön vannak engedélyezve, és külön van mellette engedélyezve az ipari park, és ezért nem jutnak dűlőre a civilek, és ezért nem jutnak dűlőre a kormányzati szereplők, amikor a vízhasználatokat ütköztetik, hiszen mindenki igazat mond, csak éppen nem mindegy, hogy az gyár vízigényének az első fázisának a vízhasználatáról beszélünk, az ipari park fejlesztésének első ütemének a vízhasználatáról beszélünk, vagy az ipari park fejlesztésének és a gyár összes fázisának megvalósulásakor szükséges vízigényről beszélünk. És nagyon fontos az a kérdés valóban, hogy mit bír el a debreceni vízbázis. Hadd ne merjek én most ebben az ügyben nyilatkozni. Én is azt látom, hogy egy nagy számháború folyik ezen a területen. Ezt alaposan, nagyon alaposan meg kell vizsgálni, de azt is fel kell tenni azt a kérdést is, és nem csak a vízzel kapcsolatban, hanem a termőfölddel kapcsolatban is, hogy vajon Debrecennek jó-e, hogy a BMW oda költözik, és ott fog full elektromos autókat gyártani 2024-től, mert hogy az is olyan termőföldön létesül, és az is vízigényes tevékenység. A debreceni akkumulátorgyár kapcsán az a hír terjed, hogy szürke vizet fognak felhasználni a hűtőtornyokban hűtésre. Ez a szürke víz nem áll még rendelkezésre, tehát ez kidolgozás alatt van. Mi azt is szeretnénk megtudni, hogy ki fogja ezt kidolgozni, mennyi idő ezt kidolgozni, mennyibe kerül, ki fogja ezt kifizetni, mert hogy mindenhol úgy terjedt el, hogy ezt már csinálják. A vízkoalíció az ülésnap előtt demonstrációt is hirdetett a parlament előtt, ahol már összefoglalták azokat a problémákat, amik az ivóvízhálózattal kapcsolatosak. Hogy látható itt tőlem jobbra, egy kiállítás, ami azt hivatott megmutatni, hogy Magyarországon jelenleg az ivóvíz hálózattal milyen problémák vannak, mi az, amivel találkozhatunk a mindennapjaink során, elsüllyedt autók Debrecen utcáin, csőtörések, sárga színű víz. Mert hogy azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a csőtörés, nagyon kockázatos a hálózat, és ugye ez például tavaly is több településen ivóvíz hiányt okozott, konkrétan a 40 fokos hőségben, és hát idén sem készülünk másra, mint hogy halmozódni fognak ezek a helyzetek. Ugye nem csak arról van szó, hogy a hálózat kockázatos, hanem arról is szó van, hogy gyakorlatilag nagyon előregedett a dolgozóknak a korfája, és nagyon sok a szakemberhiány.